A Teskánd története során első alkalommal jutott fel a harmadosztályba, a két zalai csapat négy év után nézett ismét farkas szemet egymással. A Veszprém elleni vereséget követően Gombor több helyen is változtatott a kezdőcsapatán, ráadásul a kanisai tréner nem számíthatott a legutóbbi fordulóban megsérülő Gozsájevre. A vendégcsapat rögtön az első negyedórában elveszítette egyik kulcsemberét, egy összefejelést követően Potyi Gábort le kellett cserélni. A hazai játékosok az első fél időben többször is közel jártak a gólszerzéshez, előbb Lőrinc tisztáztak az utolsó pillanatban, majd Szilágyi Adrián tette próbára Pergel Dávid képességeit, de Szobó Patrik is veszélyeztetett az első fél idő végén. A vendégek állták a sarat, és így 0 0 ás eredménnyel vonulhattak szünetre a csapatok. A hazaiak fölén kerültek, ám a gól sokáig váratott magára. Gombos Zsolt a 61. percben cserére szánta el magát, és pályára küldtek Rez és Szökrönyő Zoltán mellett Kovács Györgyöt is. A 65. percben büntetőhöz jutott a pályaválasztó. Kondor Kristoffal szemben voltak szabálytalanok a 16-oson belül. A 11-est Kovács biztos lábbal értékesítette. Na nézzük Kovács és Pergel párharca. Kovács, belőtte vezet az FC Nagy Kanizsa! Sokáig nem tarthatott a kanizsai öröm, mert a teskán nem tört meg a bekopott góltól és elkezdett rohamozni. A megyei bajnok erőfeszítéseit siker koronázta és Szabó Martin a 70. percben kiegyenlített. A kanizsai szakvezetés újabb cserékkel reagálta le az ellenfél egyenlítését, és a hajrára beállt János Norbert és Pleszkán Tibor is. Utóbbi támadó a 76. percben ismét vezetéshez juttatta a hazai csapatot. A kanizsai találat fordulatot hozott a mérkőzésbe, és a 85. percben Szabó Patrik és Pleszkán Tibor újabb összjátéka a harmadik találatot eredményezte. Szabó Patrik! Sikerül betenni, és ott van a harmadik gól! Ezt a mérkőzést most már eldöntötte a hazai játékosok nem álltak le, és a kegyelemdefést János Norbert adta meg az ellenfélnek a 92. percben a mérkőzés egyik utolsó momentumaként. Gomba Zsolt stábunknak elárulta, hogy nem volt teljesen elégedett azzal, amit a pályán látott, mert szerinte korábban el kellett volna dönteni a három pont sorsát. Ez az a mérkőzés volt, amikor magunknak nehézítettük a, az egészet, úgyhogy nem szeretem azt, amikor 75 percig, izgulni kell. Ugye, ha jól emlékszem, akkor 75-76. percben még egy-egy volt az állás, utána én gondolom, hogy az ellenfél is kicsit elfáradt, illetve a cserék, cseréim, cseréim lendítettek a játékon, és így végül egy sima 4-1-es győzelem lett a, a vége. A vendégcsapat vezetője szerint a kanizsaiak megérdemelten nyertek, mert több lehetőséget alakítottak ki, de így is büszke játékosai teljesítményére. 75. percig teljesen jól tartottuk magunkat. Kettő egy után, mikor megkaptuk a második gólt, ott próbáltunk átállni egy háromvédős rendszerbe, sajnos ez nem, nem, nem jósült el, mert a végén még kettőt, két gólt kaptunk. Jól küzdöttek a fiúk, úgy érzem, ha kis szerencsénk lett volna, akkor találtunk valami még gólt egy-egynél, volt egy nagyon nagy lehetőségünk, ha azt mi be a kettő egy, akkor egy kicsit máshogy is alakulhatott volna a, a mérkőzés. 11 fordulót követően az FC Nagykanizsa az ötödik helyen áll a bajnokságban. Kondor Kristófékra a következő játéknapon egy keménynek ígérkező erőpróba vár, amikor az érdelmérkőznek.